Az utolsó negyedes egypontos mérkőzés végre a Kecskemét nyerte meg hazai pályán. A Körmend 2011 óta nem tud Kecskeméten diadalt aratni. A bajnokság 23. fordulójában a piros-feketében játszó Körmend volt csapatunk ellenfele. Mindkét együttes vereséggel zárt az előző kört. A vendégek az Oroszlánytól, a miénk pedig a Szolnoktól kaptak ki. Hatalmas elánnal kezdtek a pályára lépő ötösök, és az első negyedet a pontosabb Kecskemét vitte el. A folytatás már-már államszerű volt, ugyanis a távoli dobások is betaláltak. Időt is kért Kocsis Tamás. 41-24 után találta meg játékát a Körmend, szépen felzárkózott, mert most nekünk nem ment a játék. 47-42-ről folytatódott a harmadik etap, 50-50-nél megállt a tudomány, majd a Kecskemét törte meg a kosárcsendet. 63-59-nél szólalt meg a duda, tehát megint az utolsó 10 percre maradt a döntés. Bas is volt tarthatatlan, 17 pontig meg sem állt, és ekkor már ők vezettek 2-vel. Lukovics és Morgan kosaraival 74-74 állt a táblán. Vitma 3 pontosa után ismét időt kértek Kocsisék. 79-78-nál a Körmend vezetett támadást, a Kecskemét ez kivédekezte, sőt Ivkovicsot megjátszva lezárta a találkozót. Nehéz Vitma egy ilyen mérkőzés után, hiszen nagyon közel álltunk a győzelemhez, az elején nem kezdtünk rosszul, aztán a Kecskemét kicsit nagyobb előre tett szertán, volt 20 pont is, sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe, a harmadik negyedbe, úgy érzem, hogy a másik fél az a miénk volt, kis hibáig döntöttek, nem tudok mit mondani, tényleg nagyon csalódott vagyok, hogy nem tudtunk nyerni, nekünk ez a mérkőzés ez nagyon fontos volt, menni kell tovább, otthon most Szolnok jön, mindenképpen nyerünk el. Először is gratulálok a Kecskemétnek, megérdemelten nyertek, jobban koncentráltak a végén. Küzdöttünk, hajtottunk, a szezonban harmadszor sikerült teljes kerettel kiállni, harmadszor kaptunk ki. Nem tudom, hogy ez most jó nekünk, vagy rossz nekünk. Az biztos, hogy mindenkitől jóval több kell, hogyha komolyabb reményeink vannak arra, hogy a nyolcba jussunk. Megyünk tovább, nincs más hátra, mint a következő mérkőzésre kell koncentrálni, és mindenkinek össze kell szedni a magát rejbe. Először ezt kell, hogy mondják, gratulálok a csapatnak. Köszönöm a nézőknek, hogy kitartották és kitártják mellettünk. Köszönöm a szurkolóknak, mert volt egy nagyon pozitív szurkolóanket, ez pár nap ezelőtt, még egyszerű 12 év után újra jöttünk odáig, hogy mennyire egybe vagyunk, és nekünk a legfontosabb az elvek. Azért férfi vagyunk, azért egy klub vagyunk, melyik a komoly fegyelembe írunk, és tudjuk, hogy mi vagyunk a példa a fiatal generációk a Kecskeméten, és eddig voltunk, és leszünk. Arra lehet utolsó lenni, lehet, hogy első lenni, vagy bármit, egy férfinak, meg egy embernek, melyik például mindig helyesen kell dönteni és viselkedni, ha fáj is. Ez a meccs tipikus volt egy ilyen, hogy egy fájdalomból bementünk a meccsre, és férfiosan reagáltunk. Nekem nagy öröm volt, hogy egy pillanat volt, hogy négy mi játékosunk volt a pályában. Ötödik is volt a Kemál, mindenütt volt a Kecskeméten, még több mint négy év itt van. Ez nagyobb öröm, mint ez egy edzőnek nincs. Úgyhogy meg is tudom sorolni, a Wittmann, Tóth Borna, Körmendi, a Kucsara, meg a Kemál. És döntő pillanatok voltak. Én úgy gondolom, nekünk ezzel kell őrizni, és én sose fogom engedni, hogy másképpen legyen. Úgyhogy győzünk vagy nem győzünk, ez engem nem nagyon, hogy mondom, eddig se izgat, mert nem olvasom az újságot, nem hallgatom a tévéből, és se tudom a tabela, hogy néz ki. Tudom, hogy utolsók vagyunk, ez ennyit tudom, csak a többiek hogy állnak, nem tudom. Úgyhogy helyesen kell dönteni, és minden fiatalon, minden magyar, meg minden külföldinak egyszerű, egyenes szabályok vannak, és be kell tartani. Gratulálok mindenkinek, és köszönöm mindenkinek. A 24. fordulóban március 16-án a Pécshez utazik a Dunaszfalt DTKH együttese.